Köszöntöm nézőinket, mai vendégem dr. Csikós Ágnes, a Pécs Baranyai Hospice Alapítvány vezetője, kuratóriumi elnök, akit nagy szeretettel köszöntök itt, és nem olyan régen volt a Hospice Világnapja október 21-én ebben az esztendőben, ezért beszélgessünk magáról a hospice-ról, mert annak erre, hogy most már 18 éve, vagyis hát lassan most már két évtizede létezik ez a fajta ellátás, alapellátás, illetve palliatív ellátás. Lehet, hogy vannak, akik még nem tudják, hogy igénybe lehet venni egy ilyen nagyon fontos szolgáltatást, ami tényleg az emberek, a betegember, főleg a daganatos betegembereknek az utolsó időszakát könnyíti meg, és segítik át egy másik világba. Köszönöm szépen a lehetőséget, és valóban a hospice ellátás közel 20 éve elérhető Magyarországon. Ez egy finanszírozott ellátási forma, de még mindig sokan azt gondolják, hogy ez egy intézményi ellátás feltétlenül, és hogy ha hospice-ról beszélünk, akkor valahova be kell menni. És mi nagyon szerencsések vagyunk itt Pécsett és Baranya megyében, mert hogy az irgalmas ennek a hospice osztálya valóban itt van, és valóban elérhető azoknak a betegeknek és családoknak, akik otthon nem tudják megápolni, vagy nem alkalmasak a körülmények arra, hogy a beteg otthon tudjon maradni. De a betegek többsége annak ellenére, hogy súlyos beteg, szeretne az otthonában maradni. És szeretne otthonra segítséget kapni, vagy szeretné, hogy otthon ezeket a szakellátásokat, ezeket az eszközöket, ezt a segítséget megkaphassa. És ez az, amit az otthoni hospice ellátás tud nyújtani. Pécsett és Baranya megyében kettő szolgáltató van. Az egyik a Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány, a másik a Szociális Háló Egyesület, és településre fel van osztva gyakorlatilag, hogy melyik területet, melyik ellátó látja el, hova lehet fordulni. A betegek és a családok, hogyha ilyen ellátást szeretnének, házi orvoson keresztül tudnak jelentkezni, vagy akár e-mailben is meg tudják keresni az alapítványt, de igazándiból ott helyben a kollégák is elérhetőek. Mi Pécsett Komló kistérségében, Mohács kistérségében látjuk el a betegeket 71 településen. Egy multidisziplináris tímmel látjuk el, tehát az orvosok mellett nagyon fontosak az ápolók, elsősorban ők tartják a betegekkel, családokkal a kapcsolatot, illetve dietetikusunk van, szociális munkás, pszichológus kolléga, fizioterapeuta, tehát mindig annak függvényében, hogy a felmérés után milyen ellátóra van ott szükség, lehet, hogy gyógytornára van szükség, lehet, hogy pszichés támogatásra van szüksége, akár a betegnek, akár a családnak, ahhoz, hogy otthonában tudjon maradni, és az életének az utolsó szakaszát minél teljesebben, minél kevesebb szenvedéssel, minél több segítség bevonásával otthon tudja megélni. Kik lehetnek itt az ellátó szakemberek? Milyen fajta képzettséggel, lelki beállítottsággal kell rendelkezniük? Hát mindenképpen fontos, hogy a alapszakképzettség az szükséges, tehát szakképzett ápolók tudnak velünk dolgozni, pszichológus, szociális munkás, gyógytornász például, tehát az alapszakképesítésnek meg kell lennie, és erre van egy speciális képzés, amit el kell végezniük, egy 40 órás alapképzés, illetve gyakorlatok, amik ugye ehhez kapcsolódnak, ahhoz, hogy valaki tudjon a hospice ellátásban dolgozni, de mindig úgy látom én, hogy nagyon fontos a fokozatosság. Tehát ha valaki jön hozzánk és szeretne nálunk dolgozni, akkor mindig van egy ilyen bevezetési időszak, hogy kollégákkal közösen tudnak menni, és akkor úgy bekapcsolódni a munkába.
Ezek a szakemberek, amellett, hogy tényleg a szakmai részét nyújtják a betegek és a család, ugye az egész hozzátartozók felé, lelkileg milyen plusz tudnak adni ezeknek a betegeknek? Hol vannak azok a fokozatok, tehát óvatosan kell talán bánni, mert lehet, hogy teljesen tiszta a tudata egy betegnek, de tudja mindenki, hogy súlyos beteg, akkor mennyire, milyen mértékben szabad adagolni ezeket a lelki erősítő dolgokat? Tehát a kollégáknak egy nagyon fontos feladata és szerepe van abban, hogy ezt a fajta támogatást megadják. Egyrészt azért, hogy a betegeknek az emberi méltósága az megőrzésre kerülhessen, tehát az, hogy valaki beteg, az nem jelenti azt, hogy ne kéne meghallgatni, ne kéne az ő kéréseit figyelembe venni, vagy ne kéne arról beszélni, hogy milyen elrendezendő feladatok vannak ebben az időben, hiszen valahol ez az életnek a lezárását is jelenti. És ilyenkor nagyon fontos, hogy a betegek, akik az életük vége felé közelednek, tudják lezárni, elrendezni a dolgaikat, illetve a hozzátartozóknak is nagyon fontos az, hogy tudják, hogy a dolgokat úgy rendezzék majd, vagy úgy kerüljenek a későbbiekben kialakításra, ahogy azt a beteg szerette volna, vagy az ő kérése szerint. És ezt is tudják a kollégáink segíteni, facilitálni ebben az időszakban, mert ideális esetben a családok erről tudnak beszélni, de a gyakorlatban nagyon érthető módon ez egy nagyon érzelmileg megterhelő időszak, és emiatt a kollégák tudják ezt a fajta érzelmi segítségnyújtást is megadni, tudják ezeket a témákat, ezeket a kérdéseket természetesen feltenni, vagy természetesen beszélni róla, hogy szeretné, hogy legyenek a dolgok, mi az, ami fontos az ön számára, és akkor ezeken keresztül tud a család is könnyebben beszélni ezekről a kérdésekről. Nagyon sok esetben a hozzátartozó nagyon-nagyon kétségbe van esve, nagyon rossz a lelki állapota, de mégis el kell titkolnia az érintett beteg családtag előtt, és ez nagyon nehéz, amikor ők ugye nagyon közelítés kontaktusban vannak, és ugye megérzi minden ember a másikról, főleg a hozzátartozójára, hogy te most aggódsz értem, akkor én most meg fogok halni. Hogy lehet segíteni ezeken a helyzeteken? Ez borzasztó nehéz lehet. Tehát ugye mindenki személyiség szempontjából nagyon különböző lehet. Én nem gondolom, hogy el kell titkolni az érzelmeket. Tehát azt, hogy látjuk egy szeretőnek a gyengülését, tudjuk, hogy a betegsége nem gyógyítható, az teljesen természetes, hogy erős érzelmeket vált ki. És hogy ezek az érzelmek nem kell, hogy eltitkolásra kerüljenek. Mi úgy vagyunk szocializálva, hogy mindig erősnek kell lennünk, és hogy nem szabad kimutatnunk az érzelmeinket. Én azt gondolom, hogy az érzelmek azok nagyon emberi dolgok, és pont azt mutatják, hogy ebbe a helyzetbe veszteséget élünk meg, szorongást élünk meg, bizonytalanságot élünk meg, és ugye azt a fájdalmat, hogy a szerettünk, szeretnénk, hogy hosszabb ideig itt legyen, szeretnénk, hogy még velünk legyen sokáig, de látjuk, hogy ez nem lehetséges, vagy ennek bizonyos korlátai vannak, és hogy ezeket a helyzeteket úgy is lehet segíteni, hogyha azt kimondjuk, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet, és hogy lehet együtt is sírni, de hogy nem feltétlenül csak a szomorúságról szól ez az időszak. Tehát, hogy én szeretem ezt egy kicsit megfordítani, hogy mi az, amit még ilyenkor meg lehet tenni? Mi az, ami még fontos, hogy megtörténjen? Tehát, hogy sok érzelem van, de nem csak negatív érzelmek lehetnek. Van, amikor ilyenkor megbocsátások vannak, van, amikor olyan emberek találkozhatnak még, és jöhetnek ismét, kerülhetnek közelebb egymáshoz, akik akár évekig, évtizedekig nem beszéltek egymással. Tehát, hogy erre is még van ilyenkor lehetőség, és ezért is az érzelmeknek, meg a nyitottabb, őszinte kommunikációnak nagyon is helye van ezekben a helyzetekben és ebben az időszakban.
Hallottam olyan esetről, amikor az érintett betegnek nem lehetett megmondani, hogy daganatos beteg. A családtag kérte, hogy a doktort, hogy próbáljuk meg ezt nem a tudtára hozni, mert ismerte annyira hozzátartozóját, hogy olyan pánikba esett volna, esetleg, hogy talán még valamit elkövető magával szemben nem tudta volna elfogadni azt, hogy ő daganatos beteg, és ebben az esetben nem mondták meg neki, az utolsó pillanatig nem tudta. Utolsó pillanatig reménykedett, hogy csak gyulladása van, és majd helyre fog jönni. Tehát nem tudom, mennyire helyes ez. Tehát a lelki nyugalma úgy tűnik, hogy annak az embernek lehet, hogy megvolt. Lehet, hogy némi szorongása volt a hozzátartozónak, de ők azt mondták, hogy szerintük ez így volt a legjobb. Ez egy érdekes dolog, és valóban vannak ilyen helyzetek, de azt mutatja nem csak az én klinikai gyakorlatom több mint 20 éve, hanem a szakirodalom is, saját és nemzetközi kutatásaink, és hogy 10 emberből 9 azt szeretné tudni, hogy mi a valóság, és mi a valós állapota, betegsége, és ezt meg lehet kérdezni. Tehát, hogy meg lehet kérdezni, hogy mennyi információt szeretne a betegségéről, mennyire szeretné tudni, hogy mi az, ami várható, és 10-ből 9 ember azt mondja, hogy doktornő, én szeretném tudni. Valóban van a 10-ből 1 olyan ember, aki esetleg nem szeretné tudni, és ezt is tiszteletben kell tartani, mert a betegnek joga van az információhoz, és joga van ahhoz, hogy tájékoztassák, de ahhoz is joga van, hogy ezt az információt elutasítja. Tehát én azt látom, hogy sokkal többször kéne és lehetne beszélnünk arról, hogy mi az, ami várható, mert a betegek többsége sokkal inkább szorong a bizonytalanságtól, meg ezektől a kétségektől, és sokkal inkább szeparálja, távolságot teremt a beteg és a hozzátartozó között ez a fajta tabu, ez a fajta kimondatlan helyzet, de lehetnek olyan helyzetek, amikor ez előfordulhat, de nagyon-nagyon ritkán. Én nem támogatom ezt, én a tájékoztatást támogatom, nem a most meg kell mondanunk, tehát nem erre gondolok, hanem azt a fajta fokozatosságot, azt a fajta tiszteletben tartását annak, hogy mi az, amit a beteg az adott fizikai és lelki állapotában be tud fogadni, ezt figyelembe véve kell megadni a tájékoztatást, de a legtöbb beteg szeretné tudni, hogy mi az, ami vár rá. Vannak a hivatásos szakemberek, akikről beszéltünk, akik tényleg nagyon nagy felkészültséggel, képzettséggel rendelkeznek, és vannak az önkéntesek. Ők kiből lehet önkéntes? Időközönként meghirdeti az alapítvány, hogy várunk és keresünk önkénteseket. Valaki egy nagy erős lelkiséget érez, de még nincs képzettsége, viszont hihetetlen ügyes talpra esett. Hogyan tudják ezt felmérni? Hogy történik ez? Tehát önkéntesek nagyon fontosak a hospice ellátásban, és hát sajnos az elmúlt időszakban meg is fogyatkoztak az önkénteseink a bizonyos szempontból érthető módon, de hát olyan személyiség kell, aki empatikusan tud odafordulni a betegek, a családok felé, de hogy az önkéntesség az nem feltétlenül csak a betegágy melletti, vagy közvetlen családokkal való tevékenységeket jelenti, hanem nagyon sok rétű lehet. Tehát valaki például esetleg a honlapnak a szerkesztéséhez ért, és azt ajánlja föl, hogy ebben nyújt segítséget az alapítványnak, vagy egyéb más, van, aki fodrászként esetleg lehet, hogy tud önkéntesen hozzájárulni, hogy egy betegnek mondjuk otthon levágja a haját. Tehát, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy a betegek mellett kell lenni, tehát az önkéntesség az ennél sokkal-sokkal, például kiváltja valaki a betegnek a gyógyszereit, akinek nincsenek hozzátartozói. Tehát, hogy a lehetőség az végtelen, hogy miben lehet segítséget nyújtani, de valóban egy ilyenfajta személyiség kell, illetve egy önkéntes képzésen kell
keresztül menni, vagy végig vinni, és akkor a többség az el tudja kezdeni ezt a segítést, de van, aki a képzés során, vagy utána a gyakorlatban szembesülve az adott helyzettel mondja azt, hogy hát én mégsem erre gondoltam, vagy hogy ez nem az, amit én elképzeltem. Tehát ilyen is előfordul, de a többség azt gondolom, hogy aki jelentkezik, vagy aki tényleg így elkezdi ezt a képzést, az végig is csinálja, és tud a segítségnyújtásba bekapcsolódni. Annak ilyen doktornő miért választotta ezt a szakterületet a hivatásán belül? Mi volt az a motiváló tényező? Talán a családban történtek olyan dolgok, és akkor fiatalon egészen talán lehet, hogy gyerekként úgy érezte, hogy már pedig ez érdeklésében tud a legjobban kiteljesedni és segíteni, vagy mi az oka ennek? Hát ez egy jó kérdés. Én orvos szerettem volna lenni, és az orvosi pályán elsősorban a segítségnyújtás motivált, hogy az embereken segítsünk. És azt láttam még, amikor rezidens koromban gyakorlatokon voltam, több olyan helyzet volt, több olyan konkrét eset, amikor a súlyos betegséggel élők, daganatos betegek nem kaptak segítséget. Most visszamegyünk a 2000-es évek legelejére, és hogy nagyon sok szenvedés volt, nem volt megfelelő fájdalomcsillapítás, és hogy nagyon magukra voltak hagyva. És akkor volt olyan lehetőségem, hogy külföldre menjek tanulni, olyan programokba, képzésekbe vehettem részt, ahol ezt tudtam, ezt a palliatív ellátást, ezt a hospice ellátást tanulni, és bekapcsolódni ennek a szakmai fejlesztésébe. Úgyhogy nem volt egy konkrét családi dolog, hanem inkább így a gyakorlatok során az a fajta hiány, amit láttam, és az a fajta a segítségnyújtás, amit ezzel a plusz ellátással meg tudunk adni, ennek a kiépítése, vagy ennek a megvalósítása lett az én utam. A palliatív ellátás és a Pécs Baranyai Hospice Alapítvány tevékenysége szorosan összefügg az egyetem tevékenységével is, és most jelent meg egy kötet, az első kötet a doktornő szerkesztésében az ellátásról. Ez nem is biztos, hogy feltétlenül a hétköznapi embereknek szól, de nagyon jó, hogy ez van és létezik. Mi minden, nagyon sok orvos dolgozott és írt ebbe a kötetbe. Röviden, ha lehetne egy kicsit, hogy mi mindenről esik szó ebben, miben tudja segíteni a szakemberek munkáját. Így van, tehát ugye a palliatív ellátás az a tünetek kezelésére koncentrál a betegek esetében, hogyha súlyos betegséggel élnek, hogy az életminőségüket javítsa. És Pécset alakult meg az országban elsőként, és azóta is egyetlen tanszékként, a hospice palliatív tanszék a Pécsi Egyetemen, az Alapellátási Intézetnek ez az egyik tanszéke. És lehetőségünk nyílott arra, hogy egy olyan könyvet írjunk, és jelentessünk meg, ami szintén egy úttörő munka, hiszen a szakterületnek ez az első ilyen átfogó munkája, és én nagyon hálás vagyok, mert több mint 30 szerző működött közre ennek a könyvnek a megírásában. A legkiválóbb szakemberek az országban mindenhonnét, a neurológus kollégáktól kezdve, a szociológus kollégák, anesteziológus, intenzív kollégák, palliatív orvos kollégák, és nagyon fontos, hogy a témákba a fájdalomcsillapítás, a tüneti kezelések mellett kommunikáció, az életvégi ellátásnak az etikai kérdései is felmerülnek, tehát hogy mind azok a kérdések, amik itt a palliatív hospice ellátás kapcsán a szakembereknek ugye fontosak. Ez a kötet épp a 10 éves jubileum kapcsán jelent meg, amióta van az egyetemen ez a fajta szakterület, úgy tudom. Igen, most volt a könyvnek a hivatalos bemutatója, a palliatív tanszéknek a
a 10 éves évfordulóján, és tényleg ez egy ünnep is volt számunkra, meg egy szakmai nap, és nagyon sokan megtisztelték ezt a rendezvényt, és nagy örömünkre szolgált, hogy tényleg a szerzők közül is sokan el tudtak jönni, de nem csak orvos kollégák voltak ezen a rendezvényen, hanem szakdolgozók, ápoló kollégák is sokan eljöttek, tehát ebből is látszik, hogy ez a palliatív hospice ellátás, ez egy multidisziplináris ellátás, illetve, hogy itt abszolút teamben gondolkodunk, és én mindig azt látom, és ezt vallom, ezt gyakorlom, hogy egy betegnek, egy családnak nagyon sokféle szükséglete van, amit nem csak az orvosok tudnak megfelelően segíteni, hanem legjobban az ápoló, vagy lehet, hogy egy szociális munkás, vagy egy gyógytornász például, aki abban a helyzetben ennek a betegnek a legjobban tudja az életminőségét javítani. Arról már tettünk említést, hogy október 21-én volt a Hospice világnapja, és a narcisz hagymákat terültették itt Pécset egy ünnepélyes keretek között. Ezek a narcisz hagymák, illetve ez a hagyma tavasszal fog virágzani. Akkor megint lesz egy kis ünnepség, és mi az oka annak, hogy pont a narcisz a szimbóluma a hospice-nak? Hát ez egy nemzetközi program, amit mi is ugye az alapítványban már sok-sok éve átvettünk, tehát ez egy hagyományos rendezvényünk volt, és nagyon örülünk neki, hogy a Lővei Klára Gimnázium most már többedik alkalommal adott helyet ennek a programnak és a műsornak, és utána tudtuk elültetni a narcisz virághagymákat, és nemzetközileg is a narcisz az, ami a daganatos betegeknek a szimbóluma, mint virág, és ugye ez az ültetés ilyenkor ősszel és tavasszal, amikor nyílnak a virágok, a következő rendezvény, ez így az élet körforgására hívja fel a figyelmet, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy ehhez a programhoz, ehhez a méltóság mezeje programhoz egyre többen kapcsolódnak, és ugye a kis óvodásoktól egészen neves művészek is részt vesznek ebbe a programba, középiskolások is, tehát hogy ez egy szemléletformáló program is, hiszen nagyon fontos, hogy a helyi közösség is tudja, ismerje, merjen fordulni ehhez az ellátási formához, illetve, hogy a családok, amikor egy ilyen helyzetbe kerülnek, akkor ne maradjanak magukra, hiszen még sokszor most is látjuk azt, hogy ilyenkor nem tudnak hogy fordulni hozzájuk a barátok, ismerősök, hogy ebbe a helyzetbe hogy lehet beszélni, hogy keressem, ne keressem, mibe kell támogatás, tehát hogy az erről való beszélgetést is egy ilyen figyelemfelkeltő program segíteni tudja. A legjobbakat kívánom a munkájukhoz, a betegek segítéséhez, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönjük szépen a lehetőséget! Kedves nézőnk, Önök a Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány tevékenységéről hallgathattak, láthattak egy beszélgetést dr. Csikós Ágnessel, aki az alapítvány vezetője. Tartsanak velünk legközelebb is!